Hát csak annyit mondanék így elsőként, hogy Pavel Csenkova, milyen érzés, mi kavarog most benned? Hát őszintén szóval bíztam egy kicsit könnyebb sorsolásban, reménykedtem benne, hogy esetleg egy nem kiemelt ellen tudok kezdeni, viszont ezt hozta a sors, most ezzel kell, ezzel a feladattal kell megküzdenem. Jó játékosról beszélünk, nagyon agresszív és kemény játékot játszik, úgyhogy fel kell vennem majd vele a tempót és a ritmust, de reméljük, hogy sikerül megbírkoznom a feladattal. Hogyan fogsz pályára lépni? Bele szeretnéd magad kényszeríteni abba, hogy igen, mindenképp nyerj legalább egy szettet vagy a meccset, vagy pedig egy felszabadult játékra számíthatunk tőled? Hát mindenképpen szeretném élvezni a meccset. Nyilván minden játékos győzni megy, úgyhogy én is ezzel a gondolattal fogok felmenni a pályára, hogy nyilván nyerni szeretnék. Meglátjuk majd, hogy hogyan tudok alkalmazkodni a játékához, és reméljük, hogy sikerül esetleg egy meglepetés okoznom neki. Azért általában egy sorsolás gyakorlatilag 24 órával a kezdés előtt szokták megtudni a játékosok, hogy mondjuk kivel játszanak másnap. Na most ha azt nézzük, van péntek, szombat, vasárnap, hétfő, tehát gyakorlatilag 4 napod, szűk 4 napod arra, hogy felkészülje a meccsre. Ez egy picit másabb felkészülés lesz így, vagy ugyanúgy a saját ritmusodban készülsz? Igen, hát még nem tudom pontosan, hogy hétfőn vagy kedden fogok játszani, de igen, még nem volt ilyen benrészem, hogy ennyi nap legyen felkészülni. Lesz időm rá, tudom majd kielemezni a játékát, és olyan hasonló stílusú játékosokkal edzeni esetleg, úgyhogy mindenképpen felkészülten szeretnék érkezni a mérkőzésre. Apropó, kivel fogsz edzeni? Mennyire publikusak ezek az információk? Az elmúlt napokban is jó játékosokkal, Petkovic, Vekic, Collins, velük edzettem az elmúlt napokban, és Petkovicsal fogok például vasárnap is edzeni. A többi napot még nem tudom, de ezek mindenképpen segítenek, hogy ilyen játékosokkal tudok edzeni és készülni a megvizésre. Talán itt az említett játékosok között Collinsnak a játéka az, ami hasonlítható Pavel Csenkováéhoz? Igen, szerintem ő is hasonlóan agresszívan játszik, úgyhogy jó volt így belekóstolni, és hát tudom, hogy milyen szinthez kell felnőnöm. Na és mondjuk mennyiben másabb ez a szint, mint amivel mondjuk 2021-ben versenyeztél, illetve hát azelőtt. Tehát érezhető a különbség? Illetve hogyan fogadott mondjuk ez a hogy is mondjam, igencsak magas színvonalú társaság? Igen, hát ez más szint, mint ahol eddig játszottam. Ugye ezt éreztem is így fizikálisan a mérkőzések során, vagy mérkőzések után, hogy tényleg nagyon kemény menetek voltak, és egy-egy igazából nüanszon múlott ez a pár meccs is, amit játszottam. Úgyhogy hozzá kell ehhez szoknom. Szerintem így első körben jól tudtam felvenni a versenyt az ilyen játékosok ellen, és úgyhogy remélem, hogy ilyen szép ütembe tudom majd a többi feladatot is venni. Hát igen, és nem csak egy szintet léptél abban, hogy kikkel edzesz, hanem már voltak igen komoly tétmérkőzéseid is, egészen pontosan ott, ahol most vagy, Melbourne-ben, ugye itt lesz az Australian Open is. Mennyivel volt másabb színvonal ez a torna, ahol igazából ugye 4 meccset játszottál, ebből 3-at megnyertél, és egy kiki meccsen sajnos kikaptál? Igen, hát másint volt az előző évben, amiket játszottam tornákat, de jó érzés volt, hogy ilyen játékosok ellen tudtam játszani, és igazából kihozták belőlem a legjobb formámat, és tényleg az mindenképpen biztató, hogy az ilyen jó játékosok ellen tudok a jobban teljesíteni, úgyhogy remélem, hogy ez hasonló lesz a folytatásban is. Na hát bízunk a legjobbakban, még engedj meg nekem egy záró kérdést. Ugye múlt héten egy kisebb sérülés miatt visszaléptél az e-heti Sydney-ben rendezendő versenyről. Hogy áll a sérülésed, milyen állapotban vagy, hány napot pihentél, mióta fókuszálsz a következő mérkőzésre? Szerencsére nem volt annyira komoly sérülés. Igazából végül azért döntöttünk úgy az edzőmmel, mert tudtam is jó pár meccset játszani.
és mivel jött ez a kisebb sérülés, ami igazából szerintem a hirtelen sorozat meccsterhelés miatt jöhetett ki, ez a kisebb fájdalom. Így úgy gondoltuk, hogy nem kockáztatunk azzal, hogy két nap múlva már Sydneybe kellett volna selejtezőt játszanom. Így, hogy tudtam elég mérkőzést játszani, így pihentem utána két napot, és utána álltam edzésbe, és hát azóta azért jó pár edzésen túl vagyok, jó játékosokkal tudtam edzeni, úgyhogy felkészülten várhatom az ausztrálokat. Hát köszönöm szépen, aztán hát érezd jól magad a meccsen, tegyél oda mindent, aztán beszéljünk majd legközelebb egy győztes meccs után, tehát bízom benne, hogy sikerül majd meglepetést okozni, meg szerintem nem csak én, hanem egész Hajdúszoboszló, sőt tovább megyek, egész Magyarország szurkolni fog. Köszönöm szépen, remélem én is, hogy sikerül meglepetést okoznom.